De most engedjék meg, hogy felsoroljam azokat az interjúalanyokat, akik részt vettek a könyv készítésében, és akik szerepelnek benne. Professzor dr. Dobák Miklós közgazdász, akit az előbb hallhattunk, Győriné dr. Ceglédi Márta Jászfényszaruvárlós polgármester asszonya, dr. Kádár Botond gépészmérnök, az MTA Staki Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának munkatársa, professzor emeritus dr. Obádovics J. Gyula matematikus, alkalmazott matematika könyvek írója, dr. Pap Géza vegyészmérnök, az OT Industries ZRT igazgatóságának elnöke, Béke Gyula, az Enterprise Group PLM üzletágának igazgatója, Cifrák Gábor, az Enterprise Group PLM üzletágának vezető értékesítője, Daniel Blanchett Hansi, tízdanos, jiu-jitsu nagymester, Falk György, gépészmérnök, a Varinex ZRT 3D nyomtatás üzletágának vezetője, Hesz Mátyás gépészmérnök, a Mobilitás Platform vezető nélküli autótesztpálya projekt felelőse, Kajtár Máté, gépészmérnök feltaláló, Kassa János, szintén gépészmérnök és a Jász Plastik Kft. Projektmenedzsere, Kürti Tamás, a Kürt Akadémia tulajdonosa és intézményvezetője, Molnár János, grafikus és festőművész, Nagy József, vegyipari gépész, üzemmérnök, az AG Union ügyvezetője, Szabó Ferenc, reaktormérnök, Szegedi Melinda, az E-Fásli fiatal feltalálója, és Szikra István, a Szintila Kft. És a Szikra Galéria és étterem tulajdonosa. Róla is szó volt már a mai este folyamán.